Klaus Johannist választották meg Románia új elnökének. Nagyszeben 100 származású polgármestere 10 százalékponttal több szavazatot szerzett a második fordulóban, mint ellenfele Viktor Ponta. Az eredményt a helyi és a külföldi sajtó is nagy meglepetésként értékelte. Az első fordulóban ugyanis még Ponta vezetett, pont ugyanennyi szavazattal. Viktor Ponta még a választás éjszakájánál ismerte vereségét. A népnek mindig igaza van. Telefonon gratuláltam Johannis úrnak a győzelméhez, én és a kollégáim pedig, amíg hivatali megbízásunk szól, továbbra is az ország érdekében töltjük be kötelezettségeinket, ismerte be vereségét a szociáldemokrata miniszterelnök. Viktor Ponta továbbra is Románia kormányfője marad. A politikus kategorikusan elutasította még annak a gondolatát is, hogy lemondjon a kormány éléről addig, amíg pártársai nem kérik ezt. Bár Székelyföldön viszonylag alacsony volt a részvétel, Klaus Johannis a két magyar többségű megyében aratta a legmagasabb arányú győzelmet. A részeredmények szerint Hargita és Kovászna megyében is a voksok csaknem 80%-át szerezte meg. Megértettem a romániai polgárok üzenetét, ezt az igencsak erőteljes üzenetet, amit nekem és az egész politikai vezető rétegnek küldtek, nyilatkozta a frissen megválasztott elnök. A híradónk által megszólaltatott szakértő szerint Johannis győzelme meglepő, de mégsem váratlan. Egy olyan országban, ahol betartják a törvényeket, és normális demokratikus törvények vannak, választójogi törvényről beszélek, ott bármi előfordulhat, különösen egy ilyen kiélezett helyzetben. Ugye a előrejelzések mind pont a győzelmét hozták ki, mégsem ő győzött. Miért? Azért, mert mozgósítani tudta magát a román civil társadalom, és ez elég volt a győzelemhez. Johannis egyik első intézkedéseként azt kérte a parlamenttől, mielőbb utasítsa el a korrupt politikusoknak kedvező amnestia törvény tervezetét, és tegye lehetővé valamennyi törvényhozó esetében, hogy az igazságszolgáltatás vizsgálódhasson ellenük.